Köszöntöm Önöket, mai vendégünk Kovács Sándor úr, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke. Szeretettel köszöntöm, stúdiónkban ülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is köszöntöm a Karcegi Televízió nézőket. Elnök úr utoljára január legvégén járt nálunk stúdióinterjún, akkor elmondta, hogy új feladatai lesznek a megyének, a megyei önkormányzatnak, akkor zajlott az átállás. Azóta, az eltelt hónapokban mi történt? Hát nagyon zajlanak az események, hiszen január óta lassan 5 hónap telt el. A tervezési munkának a kellős közepén vagyunk. A megyék kapták meg azt a feladatot, hogy tervezzék meg a következő Európai Uniós gazdasági ciklusnak a térségre vonatkozó gazdasági terveit. Ennek már a közepén vagyunk, jól haladunk, külön terveket készítünk a járságra, és természetesen külön terveket készítünk a Nagykunságra is, Karcag környékére, milyen beruházások, milyen munkahelyteremtő beruházások, és milyen infrastruktúrális beruházások szükségesek erre a területre. Most lesz kiírva egy speciális nagykunsági gazdaságfejlesztési pályázat, igaz még a tervezés, és én azt szeretném, hogyha itt a környékbeli tudományos műhelyek, akár még a kutatóintézet is be tudna ebbe csatlakozni. Zajlik a munka, nagyon sok egyeztetésen vagyunk túl, önkormányzatokkal, vállalkozókkal, érdekképviselői szervekkel, és mindenkinek az ötletét, ami értelmes, ami jó, ami előrevívő, azt beépítjük ebbe a gazdaságfejlesztési programba. Tehát ezt végezzük, nagyon sok találkozón vagyunk túl, nagyon sok egyeztetésen, és hát természetesen a megye munkája több részből is áll, nemzetközi kapcsolatok, nagyon sok beruházás indításán voltam most már ebbe a fél évben is túl, és én azt látom, hogy beindult a gazdaság, jönnek a beruházások, látom, hogy Karcagon is van már mozgolódás, tehát azt látom, hogy kezdünk jó irányba menni. Az elmúlt időszaknak, az elmúlt 2-3 évnek azért kezd beérni a gyümölcse a gazdaságban is, és hát a munkahelyteremtésben is mindenképpen. Tehát megérte nagy fába vágni a fejszét, megérte hozzákezdeni az ország rendbetételének, mert én azt látom, hogy kezd beérni a gyümölcse. Ez a megyei fejlesztési program várhatóan mikorra fog véglegesedni, mikorra fog összeállni? Látják-e már a végét? Hát a dolog úgy van, hogy 2014-20-as Európai Uniós gazdasági ciklusra kell a terveket elkészíteni. A megyék elkészítik a speciális megyei terveket, ezeket még egyeztetjük a szomszédos megyékkel, hiszen nem lehet egy tervet úgy csinálni, egy gazdaságélénkítési vagy egy infrastruktúrális tervet, hogy nincs egyeztetve a szomszéd megyékkel. Mert hogyha a négyes út fejlesztése nincs egyeztetve csak Karcag határáig, nincs, hogy utána Püspökladány felé mi lesz, akkor annak sok értelme nincs. Tehát Hajdú-Bihar megyével, Békés megyével, Bács-Kiskun megyével, Csongrád és Heves megyével is egyeztetjük ezeket a terveket, hogy szinkronba kerüljenek, utána átadjuk az országos tervbe, és az beleszépítve az országos tervbe, mint helyi tervezés, helyi tervek, és így egy egységet fog alkotni, és azokat a tapasztalatokat, amit az uniós csatlakozás után megszereztünk, és a pályázati tapasztalatokat, és azokat a rossz példákat, amik el lettek követve, és rossz esetek, hogy olyan pályázatok lettek kiírva, amire igazából az önkormányzatoknak vagy a cégeknek nem is nagyon volt szüksége, de a pályázat arra volt kiírva, azt lehetett megcsinálni. Amikor sokan mondják azt, hogy az előző ciklusban voltak olyan pályázatok, hogy 80 centis kilátó tornyot építettek és kutya fitness szalont, akkor nem az önkormányzatra kellett volna haragudni, vagy arra, aki erre pályázott, hanem arra, aki ilyen pályázatokat írt ki, és ezeket a hibákat ebbe a ciklusba, a következő gazdasági ciklusba már nem akarjuk elkövetni, célzottan gazdaságfejlesztésre a pénzek 60%-a erre fog menni, a többi pedig egyéb dolgokra. Az előző ciklusban pedig nem lehetett tudni, hogy mennyi ment gazdaságira, mennyi ment infrastruktúrára, tehát káosz volt. Most mi ezt el akarjuk kerülni, ezért speciális és pontos tervezés kell. Van esetleg egy új stratégia pályázatokra vonatkozóan, hogy a szokásos csatornákon hirdetik-e meg, vagy lesz-e valami újítás, hogy minél közelebb kerüljön akár a vállalkozókhoz, akár az átlag emberekhez? Hát ami én a legfontosabbnak tartom, nem is igazából a hirdetés, hanem rossz volt a pályázatoknak az a kiírási rendszere, amikor kiírtak egy pályázatot például települések csapadékvíz elvezetésére. És nem az a település nyerte, ahol a legnagyobb probléma a csapadékvíz
elvezetés, hanem az a település nyert, aki a legjobb pályázatot tudta benyújtani. Tehát volt egy pályázatíró cég, írta egy nagyon jó pályázatot, megnyerte. És hogy az a település, ahol a legnagyobb gondot okoz akár a csapadékvíz elvezetés, lehet, hogy nem adtak be olyan jó pályázatot, a hiánypótlást nem tudták úgy megcsinálni, és nem ők kapták. Most a következő ciklusban célzottan mennek ezek a beruházások, megnézik azt, hogy hol van szennyvíz probléma, hol van csapadékvíz, belvíz elvezetési probléma, és célzottan kapják meg ezek a települések ezeket a úgymond pályázati pénzeket. Tehát észszerűbb lesz mindenképpen a pályázatok kiírása, a pályázatok lebonyolítása is. Politikusként sokat utazik, merre járt az elmúlt hónapokban, hetekben, akár országhatáron belül, akár kívül? Hát szerencsére megyéknél megmaradtak a nemzetközi kapcsolatok, és ezek nagyon fontosak. Februárban voltunk kint Lengyelországban, ott a Lengyel-Magyar Barátság napot tartották meg Tarnóvba, Tarnów járás és Jász-Nagykun-Szolnok megye testvéri szerződést kötött egymással. Tarnówról azt kell tudni, hogy Bem tábornoknak ott van a mauzóleuma, ott nyugszik, és egy nagyon szép ünnepséget rendeztek a lengyel barátaink, egy lengyel-magyar barátsági napot, ahol a két ország köztársasági elnöke is lerótta a tiszteletét a Bem tábornok mauzóleum előtt, ott volt Áder János is, és mi is erre a rendezvényre kaptunk meghívást. Voltam Kovászna megye is testvérmegyénk, Sepsiszentgyörgyön a Szentgyörgy napokon voltam, és hát nekem, aminek legjobban örülök, nagyon sok munkahelyteremtő beruházás indításán és bővítésén voltam. Kettőn Szolnokon, a Stadler gyár duplájára bővíti a kapacitását, ez a Stadler gyár vasúti szerelvényeket, alumínium szerkezetű vasúti szerelvényeket gyárt, és egy másik, egy amerikai érdekeltség az Eagle Ottawa, ő a legjobb autómárkák bőrüléseit gyártja itt Magyarországon, ő is megduplázza a kapacitását, és hát természetesen jól esően látom azt, hogy Karcag határába is megindultak a munkálatok, nem csak a vasúti felüljáró és aluljáró, és a vasútállomás, hanem a munkahelyteremtő beruházások is, a műanyag hulladék feldolgozó üzem és a gyártó üzem is, és azt látom, hogy körülbelül jövő év elejére, ennek az év végére talán be is tudnak indulni, és körülbelül 200 embernek, 200-250 embernek, Karcag embernek munkát tud biztosítani, ami az egyik legfontosabb. Hallott esetleg arról valamit, vagy lehet-e tudnunk arról valamit, hogy vannak esetleg újabb befektetők a láthatáron, ha lehet így kérdezni? Az a helyzet, hogy nem akarom elkiabálni, én is tárgyaltam többel, már pletyka szinten ki is ment, de mindenképpen új típusú gyártási kultúrát szeretnénk Karcagon megtelepíteni. Kezdeti szakaszában van még ez a tárgyalás, én akkor szeretnék majd erről beszélni, amikor már kézzel fogható is lesz, mert felesleges, hogy mondjam, olyan dolgokat kelteni, ami lehet, hogy nem valósítható meg, vagy nem lesz megvalósítva, de több tárgyalást is folytatunk. Én azt látom, hogy az ipari parkba az első fecskét nagyon nehéz volt idehozni. Karcagra az első beruházás nagyon nehéz volt idehozni. Nagyon sok évet próbálkoztunk ezen, most azt látom, hogy beindult egy folyamat, és most már sokkal könnyebb lesz, vagy egyszerűbb lesz meggyőzni a vállalkozókat, a beruházókat, hogy ide Karcagra, ide az ipari parkba telepítsenek gyártókapacitást. Ezek a tárgyalások folynak, és megígérem, hogy a Karcag televízióba fogom bejelenteni, amikor már... Az a biztos, ami már elmúlt, azt szokták van. Mondani. Már sajnos az sem, ami elmúlt, de be fogom itt a Karcagi televízióba jelenteni, hogyha sikerült ezt a megállapodást, és már haladni fognak a dolgok. Köszönjük szépen, kíváncsian várjuk a részleteket. Ha már a beruházásoknál tartunk, mit lehet tudnunk a fürdőberuházásról? Milyen stádiumban van? A fürdőberuházás most már örömmel mondhatom, hogy jól halad. Jól halad, belső munkálatok vannak, gépészeti munkálatok. Itt a nyár elejére, bár az a helyzet, hogy a tavasz kimaradt, és most már egyből nyár lett tél után, a nyár elejére birtokba vehetik a karcagiak a strandot. Azt látom, hogy a környék egyik legszebb strandfürdője fog itt megvalósulni. És hát nagy nehézségek árán a város vezetésének sikerült leküzdeni azokat a problémákat, amit a kezdő beruházó csődje miatt el kellett szenvedni, időben késés,
fáradtság és idegeskedés miatt, de úgy látom, hogy a most, aki kivitelező, az nagyon profi módon dolgozik, és tényleg szép strandot fog átadni. Tehát mindenképpen ebben a szezonban már élvezni fogjuk, és hát ősszel a gyerekek már kezdhetik az úszást az új uszodába, az új Feles strandon. Tehát akkor belátható időn belül megnyitó, erről is természetesen majd fogjuk tájékoztatni a kedves nézőket. Térjünk még vissza egy picit az utazásaira. Ha jól tudom, akkor hamarosan Kazahsztánba látogat. Mi az úti cél? Igen, kaptam egy felkérést, Asztanába fogok kimenni egy magyar delegációval. Engem tavaly felkértek, hogy legyek tagja a Kazak-Magyar Kormányközi Vegyes Bizottságnak. Ez nekem nagyon komoly megtiszteltetés és nagyon jó leső dolog, hiszen én nagyon sokat foglalkoztam Kazahsztánnal. Én egyetemistaként ösztöndíjat kaptam Kazahsztánba, másfél évig tanulhattam kint, és nagyon jó dolog. Most miniszterekkel és a kazak miniszterelnökkel lesz egy találkozó. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter kért fel, hogy csatlakozzam a csapatához, és Asztanába fogunk a kormányközi dolgokról, közös beruházásról, közös cégekről tárgyalni, és hát nem titkolt álmom, hogyha kazak befektetés jönni fog Európába, akkor Magyarországra jöjjön, és ha Magyarországra jön, ezen belül mindenképpen ide Karcagra, és erre minden esély meg is van. Hamarosan birkafőző fesztivál, ugye május van, egy jó bő hónapunk van a fesztivál megrendezéséig. Ismét kétnapos lett, vagy lesz a fesztivál? Hát én igazából az egy napra, a főzés napjára készülök nagyon, hiszen minden évben főztem, most is le van foglalva már az első között az a hely, az a főzőhely, ahol tavaly előtt főztünk, és hát mindenképpen készülök, és nagyon fontos ez a megméreztetés, hiszen nem a díjak miatt, az is nagyon fontos, én már néhány éve nem szoktam leadni birkapörköltet. Lehet, hogy azért, mert nem olyan jó sikerült, de az igazából komoly zsűri, a család és a barátok, hogy ízlik-e nekik a főztöm, el fog-e fogyni, és hát a legnagyobb kritikus édesanyám és nagymamám, mert hogyha valamit én ott elszúrok, akkor ők egyből megjegyzik, de mostanában már nem szokták úgy kritizálni a főztömet. Hát egyre jobban megy. Én is ebben nyugtatom magam, meg ebben biztatom, hogy egyre jobban megy a főzés, de tényleg ennek is az a titka, és azért vannak nagyon híres jó főzők Karcagon, hogy akik már több száz birkát megfőztek, van, amelyik már több ezret, tényleg ezekhez nem lehet mérni magunkat, ezek az igazán jó főzők és legendás jó főzők itt Karcagon, ehhez én még nem mérhetem magam. Lesznek-e kazak vendégeink az idén? Igen, pont tegnap mutatkozott be az új kazak nagykövet, hiszen a réginek letelt a megbízatása, és új, fiatal, dinamikus nagykövet lett megbízva. Tegnap hívott meg bennünket a nagykövetségre egy ilyen bemutatkozó találkozóra, és akkor jeleztük neki, hogy itt a kazak nagykövetek mindig el szoktak jönni a birkafőző versenyre, és már kérdezte is, hogyha ők jönnének főzni, lesz-e hely. Ezt akartam kérdezni, hogy szeretnének-e nevezni, mi a terv? Így van, én mondtam nekik, kicsit a kazak birka főzés kicsit másabb, mint itt a nagykunsági, a karcagi. Mi karcagiak úgy vagyunk, hogy már a kisújszállási birkával is, hogy is mondjam, kicsit idegenkedünk, hogyha nem karcagi, vagy akár kunmadarasi főzte a birkát, akkor azt mondjuk, hogy nem is olyan jó, bár a turkevei birkapörköltek nagyon finomak, de már a kiskunságiakra mi azt mondjuk, hogy kár volt elpocsékolni. A kazak birka főzés is kicsit más, jó ízű, teljesen más, mint az itteni, és azt mondta a kazak nagykövet, hogyha lesz helyük, és én mellettem tudnak főzni, akkor jönnek, és ők is fognak főzni. Mai utolsó témánk, megjelent egy politikai csoportosulás, egy párt, szórólapja, újságja itt a városba, ki hogy nevezi. A múlt hétvégén dobták be a postaládákba. Van benne egy érdekes cikk, megvannak a fideszes trafikmutyi karcagi győztesei. Nem tudom, olvasta ezt a cikket? Én tegnap olvastam, és hogy is mondjam... Ismét szerepel ebben a kiadványban. Igen, igen. Én már megszokhattuk. Hát nem is mondom, hogy felháborodtam, de most már megint átléptek egy határt, amit most már nem fogok hagyni, mert a karcagi jobbikosok először
még tavaly, ha lehet, hogy a tévénézők emlékeznek rá, álnagyapákat találtak nekem, azoknak a múltjával, két számomra ismeretlen illető múltjával hoztak engem összefüggésbe, akkor bíróságra vittem a dolgot, mert rágalmazásnak találtam és becsületsértőnek. Ott a bíróságon belátták azt, nem is igaz, hogy belátták, mert végig tagadták, hogy bármi közük lett volna az ügyvédjük, az ügyvédnő is, aki képviselt ezt a kiadványt, ő is tagadta, hogy bármi közük lett volna ahhoz a cikkhez, amit az én állítólagos nagyapáimról írtak. És akkor, amikor szembesítettük vele, hogy hát a saját újságukba írták, hogy ez az internetes honlap is, az övék is, kiderült, hogy ellenmondásba keveredtek, akkor elismerték, hogy övék is, és a bíróságon elismerték, hogy akkor bocsánatot fognak kérni. Ez a bocsánatkérés megtörtént. Én úgy gondoltam, hogy jó, elég ennyi, tévedtek, nem voltak rossz indulatúak, és hogy mondjam, az én családomat próbálták kikezdeni. Most ebbe a kiadványba megint velem és az én családommal foglalkoznak, és hát megint hatalmas tévedésben vannak, mert azt írják, hogy unokatestvérem nyert valami trafikpályázaton. Nekem összesen 5 unokatestvérem van, egyik sem indult trafikpályázaton, és egyik sem nyert. Az 5 unokatestvéremből 3 Budapesten laknak, 1 Gödöllőn, egyik lakik Karcagon, nem indultak trafikpályázaton, és úgy gondoltam, hogy most már elég ez, túlléptek azon a határon, hogy az én családommal szórakozzanak, úgy próbáljanak nekem akár politikai kárt okozni, hogy a családomat kezdik ki. És hazudnak, és rágalmaznak, és úgy gondoltam, hogy bírósághoz fogok fordulni, és azon is gondolkoztam, hogy most már pénzbeli kártérítést fogok kérni, és azt jótékonysági célra fogom felhasználni. Mert a múltkor azt gondoltam, hogy elég egy bocsánatkérés, hát ne vigyük tovább ezt a dolgot. De nem tudnak rólam leszállni, nem tudnak a családomról leszállni, és a karcagi embernek, de minden embernek ez érzékeny dolog, hogyha úgy a családján keresztül próbálnak támadni. És ezek a jobbikos urak, én azt gondolom, hogy sokkal jobb lenne, a saját családjukkal foglalkoznának. Karcag egy kis város, ezt tudjuk. Így van, és hát ha érdekel, én név szerint felsorolom nekik az unokatestvéreimet, egyik sem, de akár megnézhetik, nem hogy Karcagon, máshol sem nyertek trafikpályázaton, és most már tényleg azt mondom, hogy most már átlépték azt a határt, mert sorozatosan csinálnak ilyen dolgokat, hazugságokat állítanak, és azt mondom, hogy ezt én most már nem fogom tűrni. Egyébként ebben a cikkben le van az is írva, hogy ugye céloznak az önkormányzati hetilapra, hogy a karcagi hírmondóban nem lettek megemlítve, vagy felsorolva ezek a nyertesek, illetve a városi tévé sem készített velük interjút, hát a városi tévé konkrétan 2 nyertessel készített interjút. Egyébként nem tudom, hogy önnek van-e arról tudomása, hogy ezeken a nyerteseken kívül hány ember adta még be a pályázatot, vagy milyen nagyságrendben volt ez a pályázat, mert... Igazából nem tudom, mert sem a karcagi önkormányzathoz, sem a megyei önkormányzathoz nem futottak be ezek a pályázatok, és én nézem a... Tehát akkor itt sem volt olyan elbírálás, hogy nem, a városvezetőség kiket támogat, vagy a politika kiket támogat? Megmondom őszintén, lehet, hogy nekem is problémám. Most megnéztem, hogy kik nyertek, és körülbelül 4-et nem is ismerek közülük. Legalábbis nem ugrik be, hogy valahonnan ismerném. Vannak olyan részei a városnak, ahol akár boltosokat, akár egyéb embereket én sem ismerhetek mindenképpen, de hát itt hetet havat összehordanak ezek az emberek, és hát komolytalanná teszik az önkormányzati munkát is, meg a képviselői munkát ezek a jobbikosok, és hát nem tudom, az az érdekes, hogy ennek az újságnak a szerkesztőjének a rokona is nyert trafikpályázaton, ahogy itt megnéztem, az öcsének a sógornője, úgyhogy Karca kisváros. Itt mindenkinek van barátja, rokona, volt osztálytársa, így ilyen butaságokat, badarságokat állítanak, amiket ők állítanak, meg talán még az is benne van, a gyerekkori cimborám. Igen, nyert. Van egy ilyen is. Igen. Végignéztem. Itt kire gondolhatnak? Nem tudom, kire gondoltak. Itt például nekem nagyon sok gyerekkori cimborám van, általános iskolai osztálytársam, középiskolai osztálytársam, szomszédok, de
speciál ezek közül egy gyerekkori cimborám sincs. Olyan badarságokat állítanak, olyan alacsony színvonalra sikerült levinni ezt a kiadványt is, meg a Jobbiknak a karcagi munkáját is, hogy igazából már nagyon nincs velük mit kezdeni. Úgyhogy már itt a Vadai Ágnesi mélységekbe kerültek ezek az urak, és azt látom, hogy van innen még lejjebb, mert igyekeznek komoly munkával. Kíváncsian várjuk a fejleményeket, és ezügyben is majd beszámolunk a kedves televízió nézőknek. Szükséges jogi lépéseket megtettem, és most már nem leszek olyan elnéző lágyszívű, mint az előző esetben. Akkor majd visszavárjuk akkor is egy interjúra, hogy be tudjon nekünk számolni a fejleményekről. Ha már karcag, akkor a választók körzetéről is ejtsünk néhány szót. Ugye itt a tavasz, lassan már a nyár folyik, a felújítási munka, aszfaltoznak. Milyen állapotban van a körzete? Hát igen, most idén, hogy itt a tavasz, itt a nyár, a tavasz elmaradt, hiszen én nem nagyon emlékszem olyan időszakra, hogy április elején még havazott volna, kemény mínuszok lettek volna, és április végén meg már 25-30 fok volt. De hát idén elmaradt a tavasz, de az aszfaltozásnak nem szabad elmaradni. 21 néhány évvel ezelőtt én még emlékszem rá, hogy Karcagon csak a fő utcák voltak leaszfaltozva, a külső utcák, a város nagy része, több mint 80%-a pedig sáros, aszfaltozatlan út volt. Az elmúlt 21 néhány évben a lakosság az önkormányzat összefogásával szinte minden utcára aszfaltburkolat került. Ennek egy része már 15-20 éves, tehát az igénybevétel mindenképpen megnőtt. Sok közmű rákötés volt, felvágták, keresztbe, kasul, tehát javításra szorulnak az utak. Most már nem az útépítés a legfontosabb a városban, hanem ennek az utaknak a karbantartása. Ebben minden évben áldozza az önkormányzat az utak karbantartására, ahogy a pályázatot kiírjuk, mert közbeszerzést kell kiírni ilyen mennyiségi út aszfaltozására, akkor elkezdődhetnek. Van, amikor ez ősszel sikerül, most idén tavasszal, és mindenképpen rá is fért a városra, a város útjaira az aszfaltozás, a kátyúzás, hiszen tényleg olyan mennyiségű út van már, és néhány tényleg 20 évvel ezelőtt épült, ami leromlott állapotban van, de azt látom, hogy a kórház környékén több utcában már megkezdődtek és már be is fejeződtek a munkálatok. Szerintem egy-két héten belül minden olyan útszakasz fel lesz javítva, ki lesz kátyúzva, ahol probléma van a városban, be fog fejeződni ez a munka is, és hát lehet használni a kisebb utcákban lévő aszfaltutakat is. Ami a legfontosabb, én már körülbelül 6 éve, 2008 óta küzdök azon, hogy nyerjen az a pályázat, amely a Püspökladányi, Kálvin út, Madarasi útnak a felújítása, ez állami út. 2008-ban küzdöttünk, akkor volt egy nyertes pályázat, de akkor a szomszéd városból származó országgyűlési képviselő, Tokár István, hogy akkor szocialista országgyűlési képviselő volt, sikerült Szekeres Imrével összefogva elintézni, hogy a járságba kerüljön az a pénz, amivel ezt az utat újították fel, de most már idén nyáron mindenki letette a nagy eskit, hogy megkezdődik a Püspökladányi út, a Kálvin úti szakasz és a Madarasi útnak a felújítása Beregfürdő és Kunmadaras irányába, hiszen már áldatlan állapotban van az az út, igazából közlekedni sem lehet rajta. Ezt akartam pont kérdezni, hogy ez menne esetleg tovább a városhatáron. Így van, egyelőre Kunmadarasig tartan ez az út, és hát akkor nagyon jó lenne, mert akkor már által lesz adva a Laktanyánál lévő aluljáró, vasúti aluljáró, a Karcagpusztai felüljáró, és akkor már a felüljárók, aluljáró használatával már egy jó úton lehetne kijutni a 4-esre, vagy akár a Kunmadaras irányába, a 3-as irányába is. Tehát én is nagyon várom, hogy kezdődjenek meg ezek a munkálatok, és én is ezzel már úgy vagyok, hogy akkor hiszem el, hogy elkezdődnek a munkálatok, amikor már be is fejezték, a csíkokat is felfestették rá, és már lehet rajta közlekedni. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, további jó munkát kívánunk, és visszavárjuk hamarosan egy következő interjúra. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönjük, hogy itt volt, kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket.